kezdődik a szociális háló, habár ebben a műsorban szociális ügyekről szokott beszélni, meghívottaival a műsor házigazdája kezdeményezője. Ma, lévén, hogy épp egybeesett nemzeti ünnepünkkel, sajtószabadságról lesz szó. Indítsuk a beszélgetést onnan, természetesen Mojlát Attila kérdésére a meghívottak a későbbiekben válaszolnak, hogy március 15-éhez kapcsolódik, ugye, hogy a Pesten az ellenzéki kör elfogadott március 12-én egy gyűlésen egy 12 pontból álló kérvényt, amelyet Irinyi József állított össze, és itt fontos kihangsúlyoznunk, hogy a 12 pontból az első épp a sajtó szabadságát fogalmazza meg, illetve a cenzura eltörlését. Történt ez 1848-ban, akkor persze, hogy a 12 pontot közkiáltással elfogadták, és akkor úgy is vehetjük, hogy a sajtó szabadság megvalósult. De hogy ez hogy alakult az előző egy és fél évszázadban, hát ez hosszú kérdés. Arról beszéltünk a meghívottakkal, hogy a múltat nem firtatjuk, a jelenről viszont próbálunk egy nem teljes, de egy minél átfogóbb képet mutatni. Egyáltalán a sajtó akkora átalakuláson ment át az utóbbi csak egy évtizedben, vegyük figyelembe, hogy megjelent a közösségi média, amely hát szinte mindenkiből újságírót csinált, nagy hirtelen, hogy egyáltalán érdekes ebből a megközelítésből is beszélni arról, hogy akkor hol is tart a sajtó szabadsága. Majlát Attilát megkérem, mutassa be vendégeit. De hogy konkrétan miről is fogunk beszélni meghívottaimmal, hamarosan megtudhatjuk. Köszöntöm Önöket, új felállásba úgy vélem, hogy műsorunk támogatói kerüljenek adásunk élére, és ezt azért teszem, mert fontosnak tartom, hogy ne csak kapjunk, hanem adjunk is. Így elmondanám műsorunk állandó támogatóit, a Sepsen-Györgyi Doma Drive autóvezető sofőriskola. Bővebb információkért a cég székhelyén lehet igényelni, a vállalkozó inkubátorház első emeletén. Továbbá a Tega részvénytársaság, a magyarországi Kemark vállalat vezetője Varga Imre, a Beauty Salon és újonnan megnyílt President Beauty Salon a Grigore Balán úton, ahol kedvezményes árok várják, minőségi kiszolgálás, kedves környezettel az odabetérőket. A Lukoil Amerikán pizzázó annyi tehet, amennyi önbe belefér, az Orient Smuk ajándéküzlet, ahol kedvére válogathat minden alkalomra, és újonnan támogatónkat köszönhetjük, Keserű Árpád fogorvost, fogtechnikust, keressék fel bizalommal Árkoson, illetve Köröspataki rendelőiben. Tehát köszöntöm Önöket, a mai témánk az 1848-as forradalom, és annak fogalmazhatok így is, előnyei és hátrányai mindig érezhetőek voltak a magyarság számára, de hogy konkrétan ma hogyan, miként jellemezhetjük, ha nem csak beszéljünk róla, ma a sajtószabadság hogyan működik, mikor, hol, hogyan és milyen lehetősége van a sajtónak, érezhető-e, hogy ma sajtószabadságról beszélhetünk, és érezhető-e, hogy politikai nyomás alatt áll a sajtó. Beszélek ezekről, és sok más az 1848-as forradalom idejéről, és akkori sajtójáról meghívottaimmal, a Háromszék Független Napilap főszerkesztőjével, Farcádi Botondal és főszerkesztő helyettesével, Farkas Rékával. Köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták meghívásom. Boti, maradnánk veled tegező viszonyban, ahogy a magánéletben is, ezt most tanultam nem olyan régen, Réka néni önnel úgy, ahogy eddig szoktunk beszélni. Jó! Kiskölyök korod óta vagy. Kiskölyök korom óta vagyok, igen. Jó! Szidd meg, Réka! Én már rengetegszer próbáltam meggyőzni arról, hogy nem vagyok Réka néni, és nem magázzon, nem ment, úgyhogy most már feladtam. Jó, hát majd próbál. Magázzon, csak ne nénizd. Jó, főként, igen. Hát akkor majd próbálkozom. Pont az első kérdésem Rékához szól. Beszéljünk egy keveset a sajtószabadság kezdetéről, tehát az 1848-as forradalom és annak kifejletéről. Tulajdonképpen amióta a sajtó létezik, véleményem szerint a sajtó szabadság problémája is létezik. Különböző korokban különböző fajta nyomásoktól kellett a sajtót óvni, mikor, és ez többnyire végigkíséri a sajtó történetét, politikai és gazdasági nyomás. Ezzel a kettővel tartható sakba a sajtó, és nem csak diktatúrákban, hanem akár demokráciákban is. 1848-ban, márciusában az osztrák-magyar monarchiában az osztrák uralom telepedett rá a sajtóra is, még a magyar nyelvű sajtó léte is
kérdéses volt, leginkább németül beszéltek, németül jelent meg. Sok, nagyon-nagyon sok oka volt, és elsősorban, ami Bécsnek tetszett, azt közvetítette. Na, abban ezek az esetben nem volt előnyös, hogyha valaki a sajtószabadságot létezett, hirdette. Akkor is tehát szabad létezett, sajtó, csak mert kevésbé. Voltak Kossuth Lajos újságíróként vélhetően nem a bécsi udvar szája íze szerint írt. Ellenben minden bizonnyal nem volt elegendő. És ezek a fiatalok, akik március 15-én a forradalmat úgymond kirobbantották, nem véletlenül helyezték első helyre a 12 pontba a sajtószabadság kérdését. Ahhoz, hogy az emberekhez az az információ jusson el, ami valós és igaz, ezt most tartották, mert hát így lehet az agyakat nyitni, a jóra, a fontos dolgokra. Ha hazugságokkal tömöd a fejüket, akkor nem ismerik meg a világot, nem ismerik meg a valóságot. És aztán ez a probléma tulajdonképpen azóta is kísért, azóta tehát is fennáll. Különböző súllyal, mondom, diktatúrákban totálisan el lehet némítani a szabad sajtót, de demokráciákban is szájkosarat lehet rátenni. Beszélt arról, hogy korszakonként változott a sajtószabadság elnyomása, vagy nem nyomása el. Most pontosan mindkettejüktől kérdezem, de leginkább Botti, akkor most válaszoljál te. Ma hogyan látjátok, milyen sajtószabadság van? Én elég borúsan látom, de nem szeretném ezzel kezdeni, inkább kiegészíteném egy picit azt, amit Réka mondott, hogy eszembe jutott néhány gondolat, és úgy gondolom, hogy ezek is fontosak. Picit meredeken is hangzik talán, de nekem az a véleményem, hogy a sajtószabadság kívánsága tulajdonképpen már a sajtó előtt létezett, hiszen a sajtószabadság, mint kívánság, az tulajdonképpen az igazság iránti vágy, és ez minden társadalomban létezik, akkor is, amikor még nem beszélhetünk sem nyomtatott, sem semmiféle más médiáról. Ahol hatalom van, már pedig minden társadalomban van valamilyen hatalom, ott idézőjelben mondva, ott sajtószabadság iránti vágy is van, tehát igazság iránti vágy is van, és ezzel meg is közelítettük szerintem a probléma lényegét, hiszen a sajtószabadság, a sajtó az valahogyan, ha abból indulunk ki, hogy a sajtó az igazságot keresi állandóan, akkor értelemszerűen óhatatlanul minden korban, minden időben és mindenféle szinten ellenzékben áll az aktuális hatalomhoz képest. Teljesen mindegy, hogy ez demokratikus, nem mindegy, hát azért örvendetes, hogy demokratikus és jogállami keretek között tehetjük ezt meg, vagy diktatúrában, de két a hatalomnak a természete olyan, hogy az meg szeretné őrizni a hatalmat, és azt az üzenetet szeretné eljutatni az úgymond alattvalókhoz, a társadalomhoz, amit ő kívánatosnak tart. A sajtó feladata pedig az, hogy a kis emberek, a társadalom igényét is közvetítve a politikum által eltitkolni akart, vagy titokban tartani akart, ez ugyanaz, kiderítse, feltárja és közvetítse. Úgyhogy ebből szerintem nem akarom ilyen filozofikus dimenzióba terelni a beszélgetést, de tényleg egy eredendően két különböző oldalon álló szereplőről beszélünk. És olyan csak kiegészítem azt, amit Réka mondott, hogy ugye mennyiben különböző keretek között, tehát hogy mennyire univerzális ez a probléma, és nem egy székelyföldi, vagy egy erdélyi magyar, vagy akár egy romániai specifikum ez a sajtószabadság, ugye mindjárt erről beszélünk, tehát ugye a sajtó korlátozása valamilyen eszközökkel, nyilvánvaló leginkább gazdasági eszközökkel jelenleg, az, tehát hogy ezt lássuk, elég, ha csak körülnézünk, hogy mi zajlik, mondjuk, és onnan kezdünk aztán közelíteni a saját udvarunkba, hogy mi történik a nagyvilágban, ugye. Tehát azt látjuk, hogy például Törökországban egy autoriter államvezető a hatalmának a megszilárdítását azzal kezdi, hogy tulajdonképpen újságokat zárad be, újságírókat zárad be, és egyetemi tanárokat, meg más tanárokat tilt el a katedrától, tehát hogy ne jusson el először az információ a társadalomhoz, utána aztán a társadalmat vélhetően gondolja, ő meg lehet majd szelídíteni. Ugyanezt látjuk Oroszországban is részben, tehát ott is azért az sem arról híres, hogy azért az ellenzéki sajtó virágozna, megvannak a
az államelnöki hivatalhoz hűséges média, és hát nagyjából annyi, aki ellenzéki, hát az azért szép bánásmódra nem számíthat, de ha valaki azt mondaná, hogy ó, hát ez a barbár kelet, vagy nem tudom, ettől már rég eltávolodtunk, akkor én azt mondom, hogy nézzünk csak egy kicsit nyugatra. És nézzük meg, hogy például Németországban milyen helyzetben van úgymond a sajt. Tehát olyan sokat azért nem tudunk erről nyilván, de egy-két releváns példát azért láthattunk itt. Hogyha csak két példát említhetnék, akkor az egyik az, amikor tavaly szilveszterben Kölnben hát eléggé durva zavargások voltak, és a német közszolgálati média csak azért, hogy a német politikai hatalom ideológiáját, bevándorláspárti politikát igaz, tulajdonképpen titokban tartotta ezt a történetet, tehát alternatív médiákon kellett betörnie ahhoz a fősodratú médiába a hírnek. És hát ugyancsak ide vág, most nem akarok aztán végképp ilyen összeesküvés elméletek felé elkalandozni, de ide vág mondjuk az Udo Ulfkotte megírt történetek sora is, ami arról szól, hogy tulajdonképpen mennyire erőteljesen gazdasági hatalmak és politikai hatalmak szolgálatában áll. Most amíg lelőnéd a poént gyorsan. Itt ebben nincs poén, úgyhogy nem fogom lelőni. Ki fogom egészíteni, majd én is egy kérdéssel. Igen, pont ez a következő kérdés. Réka, ma nyilván minden a gazdasági alapokra van helyezve, média, tehát legyünk őszintén, tehát minden gazdasági alapokra van helyezve, így a sajtó is. Ez a gazdasági alapokra helyezés mennyire folyásolja be a sajtót, és annak szabadságát, vagy függetlenségét, ez mennyire befolyásolja, hogy ez a gazdasági alap létezik, van? Hát elsősorban gazdaságilag tarthatóságban, legalábbis itt nálunk a sajtó azzal, hogy adunk pénzt, vagy nem adunk pénzt, ellehetetlenítjük a reklám mozóit, vagy nem. Itt elsősorban ezzel, de van egy másik, és még egy picit visszakapcsolnék arra, amit Boti mondott, utána közeledjünk erre fele, az ideológia mentén, ami nagyon tetten érhető, ugye a demokrácia szülőhazájára, Amerikára nézzünk, ahol most a Trump választási kampánya és győzelme kapcsán derült ki, hogy az etalonnak tekintett a szabad sajtó hogy működik például az Egyesült Államokban is. Na ott nem valószínűnek tartom, nem gazdaságilag tartották sakba a nagy amerikai lapokat, sokkal inkább ideológiák mentén. Hogy egész egyszerűen nem tartják helyesnek, elfogadhatónak azt, amit Trump képvisel, és ezért a hazugságtól se riadnak vissza, hogy megakadályozzák annak győzelmét. Tehát magyarán, ez a két a jelen pillanat... Hazudni kényszerül az olvasóinak? Nem kényszerül, hazudik. Magyarán hazudik. Értem. Mert így döntenek a lap vezetői tulajdonosai akárki. Visszatérve, nálunk ma elsősorban gazdasági nyomás tetten érhető. Így lehet, így próbálják a mindenkori hatalom, legyen ez a bukaresti, helyi, megyei, magyar vagy román hatalom, leginkább így tud kézbe tartani lapokat, médiát. Itt érezhető-e, hogy bármely média hazudna azért, hogy valami nem tetszik neki, és csak így tud akár előnyt kovácsolni saját magának, vagy a... Csúsztatások, elhallgatások, bizonyos történetek becsomagolása érezhető szerintem inkább. Nyílt hazugságot így nem mondanék, bár ha megkérdezel egy politikust, aki hazudik, és azt te leírod, akkor kérdés, hogy te hazudsz, vagy a politikus hazudik. Értem, mert kollégám... Igen, utána pedig arról kéne beszéljünk, ugye sajtószabadság témából indultunk ki, és én a múltkor, egy jófél évvel ezelőtt egy egyetemi professzort, a Magyar Tudományos Akadémia tagját kérdeztem, hogy ő hogy látja, miben áll a sajtónak a feladata. És két dolgot mondott nekem, két szót, és nagyon tetszett, és azóta hát elfként tekintek rá, mert én körbeírtam, hogy mi a mi feladatunk. Két dolgot mondott, számon kér,
és napirendre tűz. Na most, hogyha elfogadjátok majd ti is ezt a két fogalmat, akkor a kérdést felteszem, hogy a sajtószabadság jegyében a mai nap 2017-ben ezt a két feladatunkat el tudjuk-e látni, mert ha nem, akkor ugye gyakorlatilag arról beszélünk, hogy elveszik a jogunkat, hogy ezt a két feladatot ellássuk. Tehát magyarán megfosztak ettől a jogunktól, vagy szabadságunktól, hogy a két feladatnak elé tudjunk állni. Úgyhogy erre a kérdésre keressük a választ a reklámok után. Valószínű, hogy a hírekig nem fogjuk befejezni, úgyhogy a hírek után még pár percig maradunk. A sajtó feladata, hogy számunk kér és napi rendre tűz, hogy ezt egy kicsit kibontsuk, mondjuk egy-egy gondolattal alá is támaszthatjuk, ugye például a politikusaink, de nem csak a politikusok, közéleti személyiségek, intézményvezetők és a többi ígérgetnek, nem csak kampányban, hanem úgy általában. És a sajtónak van egy olyan jó feladata, legalábbis aki jól végzi dolgát, hogy jegyzetel, és időközönként előveszi a jegyzeteket. Ebben a háromszékes kollégák, nálunk a hírszerkesztők nagyon jók, és időközönként akkor dobják be a kérdést, amikor erre az alany nem is számít, és bizza-bizza kiderül, hogy hát vagy nem gondolta elég komolyan akkor, amikor megígérte, vagy még egyáltalán sehol sincs a probléma megoldásában. Tehát egy konkrét példa, hogy megígérik, hogy az X utcát X dátumig megjavítják, és X dátumon az újságírónak megszólal az emlékeztető telefonjában, és felhívja az illető szemét, és már rég elfelejtette, hogy mit ígért. Na ez egy szembesítés, ugye számon kérés gyakorlatilag. Vagy napirendre tűz, hát történik valami, történik egy eset, van valami a közéletben, és akkor gyakorlatilag a sajtó elkezd arról beszélni, és annyira beszélnek róla, hogy például a törvényhozó szervek, lásd például a parlament, úgy érzi, hogy ezzel a törvénnyel, vagy ezzel a helyzettel valamit kezdeni kell. Két konkrét példát mondtam, de hát ezer egy példát mondhatnánk. Na, hol tartunk most? El tudjuk látni ezt a feladatot? Hogy érzitek? Hát Farcádi Botond, illetve Farkasrék a stúdiónk vendége. Igen, nehéz feladatok ezek. Itt hát némi önkritikát azért gyakorolnék, tehát hogy azt mondom csak, hogy részben látjuk el ezt. Pedig jó lenne ugye teljes egészében ellátni. Próbálkozzunk, mentségünkre szóljon, azt hiszem így szakmabeliekkel közösen mondhatom ezt. Az egyik nagy probléma egyébként, hogy ez már viszont specifikum, tehát ez mondjuk nem egy univerzális jelleg, mint amiről a reklámszünet előtt beszéltünk, hanem van azért az erdélyi magyar közéletnek egy specifikuma. Tehát amikor olyannyira kicsi a közösség, és olyannyira, hát mondjuk ki, elnyomott minden irányból, mindenféle módon, hogy azért mindig ott motoszkál az újságíró fejében is, hogy akkor ő mondjuk meddig mehet el bizonyos témák firtatásában, vagy milyen álláspontra helyezkedjék, olyan dilemmákkal szembesül, amivel mondjuk egy román újságíró nem igazán szembesül. Pontosan abból fakadóan, hogy van egy speciális küldetés tudata is ugye a kisebbségi sajtónak. Itt nyilván azért megfogalmazódik egy kérdés, hogy meddig mehet el, de hogyha úgy látja a sajtó, hogy már pedig az, amibe belevágott, vagy az, ami az ő feladata, el kell látnia is, úgy érzi, hogy tényleg ez maximálisan valóságot fel abban az esetben, mi van? Ez egy örök dilemma, adott pillanatban többet árthat a közösségnek egy-egy leleplezés adott pillanatban, mint amennyit használ, de egy másik nagy-nagy hiányossága, hogy továbbra is gyakoroljunk önkritikát, ami kapcsolódik a sajtószabadsághoz és ehhez a témához, hogy az erdélyi magyar sajtóból szinte teljes mértékben, és szintét mondok, mert van néhány ellenkező példa, hiányzik az oknyomozás. És ennek nagyon-nagyon sok oka van, a Boti által említett teken túl, akár gazdasági is nem nagyon tudja megengedni magának egy lap, hogy mikor alig van ember, aki előállítja a másnapi újságot, hogy oknyomozó újságírót fizessen, tartson, aki aztán több hónapos, féléves munka után hoz egy nagy leleplezést, és akkor az persze, hogy robban, és nagy dolog, de aztán, mint a napilap tovaszál,
Ez is az egyik oka, a másik pedig az említett, a Boti által is említett probléma, tehát itt azért a két említett dolognál, a számonkér és napirendre tűznél vannak szerintem hiány. A számonkérés még úgy, ahogy megtörténik. Én a napirendre tűzéssel nem vagyok elégedett, sokkal inkább nekünk kéne aktualizálnunk. Kettő meg, ami hiányzik mondjuk a székelyföldi sajtóból, az az egymásra hangolódás, hogy konkrétan mondom, a háromszék felfedez egy problémát, és úgy érzem, hogyha a probléma súlyos, mindenki át kéne vegye a témát, kéne tematizáljon, és jelenséget csináljon abból, hogy akik felelnek azért a dologért, azért tegyenek is valamit. Nálunk meg mindenki izmoskodni akar külön-külön. Tehát, hogy nem? Nem, én ezt nem érzem így. Én úgy veszem észre, hogy azért átveszik. Nem elég súlyos. Nem egy olyan nagyon súlyos, de elég súlyos probléma volt. Ez, nem volt, mert még mindig van az állomási tőlünk indult, és mindenütt átszivárgott, és mindenki próbálja a maga módján. Na jó, ez egy pozitív példa. Erre gondoltam én is egyből. De van az sok eset, amikor vannak hasonló helyzetek, és úgy mondjuk, hogy háromszék, vagy a hírmondó megírja, és valamelyik rádió még bemondja. Mondjuk mi biztos, hogy bemondjuk. És ennyi. Holott mindenki fel kéne zárkozzon a témához. Mert így érnénk el azt, hogy napi rendre tűzzék az illetékesek azt a problémát, nem? És ez hiányzik a szerkesztőségek közötti hatékonyabb együttműködés. Igen, ez fakadhat egy rosszul értelmezett hírversenyből is, tehát hogy azért mindig ott van ugye az újságíróban, hogy ő legyen az első, ő legyen az, aki ezt megírja, az a média legyen az első, és hogyha egy másik már megírta, ugye hát akkor az olyan, mint hogyha futnál le a másik után, tehát van egy ilyen is, ami ugye hát nem helyes, vagy tehát érthető, ugyan nem mindig helyes. Versenyhelyzetben értelmezhető, csak hogy nem mindig jó. A hírmondóban címlap sztori valami, akkor az egy kicsit furcsán veszi ki magát, ha másnap a háromszékben is címlap sztori lesz. Ha ugyanaznapi címlap sztori mind a kettőben, nincs baj. De vannak ilyen szerkesztői elvek, hogy ez jól vagy rosszul értelmezett, ez tényleg vitatható, hogy helyes és vagy nem. És innentől kezdve tehát elveszíti azt az erejét, hogy sok helyről jön az információ, és effektív napirendre tűzöl egy aktuális problémát. Tehát összetett a dolog, de érezzük, hogy lehetne ebbe az irányba elmozdulni, nem? Sok irányba lehetne. Abszolút. És kedves hallgatóink, már hogy sok irányba lehet elmozdulni, vagy nem, ez kiderül a hírek után, mert hogy még csak a második kérdésnél tartunk. Szerintem eléggé izgalmas téma. Tartsanak velünk a hírek után újra Szociális Háló és Sajtószabadság. A Red Bull Pilvakker előadásában szólt itt a Sepsi Rádióban a Szabadság Szerelem. Március 15-e van nemzeti ünnepünk alkalmával itt a Sepsi Rádióban, a Háromszék Napilap két újságírójával, illetve Majlát Attilával a szabadságról és a sajtószabadságról, és valamint a sajtószabadság megvonásáról beszélünk. Úgyhogy következik még egy rövid 10 perces rovat, 10 perces blokk, ahogy szoktuk ezt nevezni. Jön szerintem a műsor legfontosabb kérdése. Köszönöm szépen, Grubis is lemente kollégám felvezetőit. Igen, lesz egy igencsak fontos kérdés, és már is teszem fel akár Botinak, akár Rékának, de mindketten válaszolhatnak. Ma hogyan tudják ellenőrzés alá vonni az erdélyi sajtót? Tehát Erdélyről beszélünk, helyi sajtóról beszélünk. Hogyan tudják ellenőrzés alá vonni, ezzel talán korlátozni a sajtószabadságot? Itt talán kezdjük a beszélgetést onnan, hogy egyféle fajta ellenőrzés vonatkozik, ha most csak a jogi szabályozást nézzük, az elektronikus média és más a nyomtatott klasszikus hagyományos média szempontjából. Nekünk a keresztlevelet a CSNEA, tehát az audiovizuális tanács adja, és ő is felülvigyázza a tevékenységünket mindenek előtt, a további szervek mellett, de hogy ő az, aki mondjuk meg tud róni minket, hogyha valamit nem úgy teszünk, ahogy a törvény előírja. Az újságok esetében ezt egy kicsit akkor tisztázzuk, hogy van-e ellenőrző szerv? Vagy csak a hallgató az, aki, az olvasó az, aki eldönti, hogy fogyasztja vagy sem a lapot? Alapvetően az olvasó az, viszont attól is, hát ugye sajátos az erdélyi magyar
akkor beszélek csak a lapokról, tehát a nyomtatott médiáról, mert és amikor véletlenül médiát mondok, akkor erre gondolok, hogy ne, tényleg ne keverjük nagyon össze, bár vannak nagyon nagy átfedések az audiovizuális média és az írott sajtó helyzete között is. Azt kell tudni, ugye, hogy eléggé kis közösség vagyunk, amelynek nagyon nehéz, nehéz az, hogy önfenntartó legyen, tehát pusztán a piacról meg tudjon élni a nyomtatott sajtó. Van erre példa, mi is ezek közé tartozunk, de kevés, tehát hogy azért gyenge, számbelileg is kevés, ugye a magyar, hogyha szabad ilyet mondani, és gazdaságilag is kevés, tehát hogy nem biztos, hogy fent tudja tartani. Fönn lehet azt tartani, de nagyon-nagyon-nagyon kinkeservesen, mondjuk így. És itt jön be akkor a politikum, amely ugye nyilvánvalóan érdekében áll, hogy valamilyen módon befolyásolja a médiát, és az történik, hogy gyakorlatilag, mondjuk ki tisztán és becsületesen, itt az RMDSZ aféle pénzosztóként működik az erdélyi sajtó. Tehát a kommunitás pályázatokkal és más pályázatokkal is gyakorlatilag pénzt juttat állami költségvetésből, tehát adólejeinkből származó közpénzt juttat vissza a magyar sajtónak, ami önmagában egy dicséretes dolog lenne, hogyha ezt nem olyan szempontok szerint cselekedni, hogy éppenséggel melyik sajtó mennyire barátságos vele szemben, vagy mennyire kritikus vele szemben. Most konkrétan az történik, és ez az egyik leghatékonyabb eszköze egyébként a média befolyásolásának, hogy azoknak juttatnak pénzt a túlélésre gyakorlatilag, amelyek barátként viszonyulnak hozzájuk, tehát nem tematizálnak olyasmit, ami kényelmetlen az RMDS számára, nem bírálják az RMDS-t akkor sem, amikor megérdemelni, és így tovább. Ez évek óta így folyik gyakorlatilag. Ez alól nagyon-nagyon nehezen lehet kitörni, valamiért, nem tudom, hogy miért, ezt nagyon egyszerűen is meg lehetne oldani ezt a kérdést, tehát normatív. És itt, ha megengedett, becsapok gyorsan a gondolatodba, volt-e rá példa, hogy manipulálni szerették volna a napilap működési tetéren? Tehát ezek ilyen, hogy mondjam, most nem az történik, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy felhívja az RMDSZ elnöke a főszerkesztőt, hogy akkor most ezt írod meg és kész. Összetettebb és egy kicsit áttételesebb ez a folyamat, de valami ilyesmi zajlik, tehát befolyásolási kísérlet, befolyásolási próbálkozás egyértelműen van, és gazdasági eszközök azok, amelyek rendelkezésükre állnak. Ellen kell állnia ennek a sajtónak, az erdélyi magyar sajtó legnagyobb hibájának és legnagyobb bűnének egyébként a szolidaritás hiányát tartom, tehát hogy abban a helyzetben, amikor nyilvánvalóan politikai szempontok szerint osztogatnak közpénzt, az egész erdélyi magyar sajtónak szolidárisnak kellene lennie a kirekesztettekkel, tudván, hogy bármelyik pillanatban ők is válhatnak kirekesztetté gyakorlatilag, tehát hogy ez egy... Főleg amikor függsz valakit, nyilván, akkor eljöhet az a nap, hogy az a valaki azt mondja, hogy most így van, amit el is jött egyébként, és azt is van visszatetszőnek tavaly hogy itt az elmúlt egy-két hónapban úgymond sajtószabadságos botrány tört ki az erdélyi magyar nyilvánosságban egy olyan ügy kapcsán, amelynek semmi köze nem volt a független médiához, tehát hogy vannak sajnos ilyen dolgok, aztán vannak egyéb kísérletek is, tehát vannak helyi megyei szinten is próbálkozások, ugyanilyen gazdasági eszközökkel ugyanígy sakban tudnak tartani egy lapok. Hát nekünk is voltak eléggé rossz tapasztalataink székházügyben, amikor nemes egyszerűséggel kipakoltak, voltak rossz emlékeink, amikor korlátozni hát próbálták gyakorlatilag a terjesztésünket és az újság terjesztését. Közpénzekből folyamatosan igyekeztek kiszorítani. Nyilvánvaló, hogy mondjam, tehát ezek olyan meccsek, amelyek benne vannak a történetben, ez nem személyes ügyek ezek, hanem a hatalom és a sajtó természetéből adódó konfliktusos helyzetek, amelyek nem jók, ha vannak, de hát vannak. És vannak nyilván más befolyásolási kísérletek is, tehát ahogy a hatóságok próbálnak nyomást gyakorolni, itt kirívó példa ugyancsak. Most már én, bocsánat, hogy mind csak a saját lapunkról beszélek, de hát azt ismerem a legjobban. Tehát, hogy volt ilyen, amikor például a fogyasztóvédő visszaéléseit tettük szóvá, és másnak ugye az összes bódékban ellenőrzést indítottak, és megbüntettek.
az összes bírságot megfellebbeztük és megnyertük a bíróságon, tehát végül is nekünk volt igazuk, visszaélést követett el. Vizsgálatot indított a fölöttes szerv, nem jutottak semmire. Ugyanígy éreztünk némi nemű fenyegetést az azóta távozott rendőr parancsnok részéről is, aki miután bírálni merészeltünk, gyakorlatilag a nagy nyilvánosság előtt ostorozott a megyei tanács ülésén. Tehát vannak ilyenek, ellenállunk. Utolsó gondolatként oda fogok visszakanyarodni, ahonnan indultunk, hogy sajtószabadság. Kérdésem az utolsó, hogy miért jó egy hallgatónak, ha miért jó egy újságolvasónak, ha úgy érzi, hogy ő egy szabad médiaterméket olvashat, miért jó ez neki? Erre a kérdésre próbáljunk egy választ adni. Kihangsúlyoznám még egyszer azt, hogy 1848-ban a 12 pont, amelyet Irinyi József és persze a barátai láttamoztak és jóváhagytak, az első a 12 pontból pont a sajtószabadsága volt, és hogy érezzük ennek a súlyát, következőkben ilyenek vannak, ugye egy felelős minisztérium Budapesten. Tehát, hogy még ennél is fontosabb volt, hogy a sajtó szabad legyen, vagy hogy legyen országgyűlés Budapesten, és nem Bécsben legyen ez. Vagy hogy a törvény előtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben, és ennél sokkal fontosabb volt, ha nem tudom, hogy milyen egyáltalán prioritás szerint tették össze ezt a 12 pontot, de gondolom, hogy igen. Tehát, hogy volt ennek valamilyenféle fajta prioritizálása. Így gondolom én, ki tudja, hogy ez így volt-e. Na de hogy a sajtószabadsága mennyire fontos egy társadalom életében, bármilyen szervezési forma között én ez a társadalom, legyen az demokratikus vagy nem demokratikus szervezési forma. Szóval miért jó egy olvasónak vagy egy hallgatónak, ha azt gondolja, úgy érzi, hogy az ő sajtó, a kedvenc sajtóterméke, ez egy független, egy szabad sajtótermék? Azt hiszem, hogy ez elsősorban akkor érzékelhető, hogy mennyire fontos, amikor nincs. Tehát aki megérte azt az időszakot, a 89 előtti időkre gondolok most, közelmúltra, amikor gyakorlatilag a párt és a Ceausescu szócsöve volt minden egyes sajtó, az nagyon pontosan tudja, hogy mennyire fontos az információ, a hiteles információ, a tájékoztatás, de az, hogy ő megbízhasson abba, amit ott olvas. Nem véletlen az, hogy a 90-es évek legelején, hát ma már csak álmodunk és elszörnyedünk azokon a példányszámokon, amivel akkor a lapok megjelentek, a Háromszék valami 40 ezres példányszámmal jelent meg akkor. Aztán ez egy-két év alatt lecsengett és apadni kezdett, és formát, arculatot öltöttek a lapok is, és szinte ezzel egy időben esik egy nagy-nagy nemzetközi dilemma is, hogy milyennek kell lennie a sajtónak. Hát mondjuk kicsit később, inkább a 90-es évek vége, 2000-es évek elején zajlott le ez a nagy vita, hogy az objektív tájékoztatás és a véleményformálás mennyire kaphat helyet például egy független napilapra, hogy beszéljek én is a saját tunkról. Nagyon sokáig az volt, hogy a hír szent, tényeket kell közölni szárazon, kopogósan, és akkor nagyon elszigetelve a véleményt ettől. És közben rájöttek mindennek az ideológusai is, hogy ez így nem. Mindenben, a hírben is benne van az újságíró véleménye azáltal, hogy rakja egymás mellé a tényeket. Nem lehet, emberek készítik, nem lehet elvonatkoztatni, és nem is kell ezt ilyen szigorúan venni, mint ahogy már a tényként kezelik a nyugati világban is, hogy a lapok, ha nem is úgy elkötelezettek, hogy valamelyik pártnak vagy ideológiának alárendeltjei, de hát mindenkinek vannak személyes szimpátiái, valahova húz, valamelyik jobbnak tűnik neki, mint a másik, és hogy ezt fel kell vállalni. Ez nem arról szól, hogy akkor bújunk az ujjunk mögé, és mi mindentől függetlenek. Nem tudunk mindentől függetlenek lenni, nem tudunk függetlenek lenni az olvasóktól,
És nem tudunk... És meg hány félék, mennyire létegzettek, főleg a mai világ. Sok félék tudunk függetlennek lenni attól, amit mi jónak és fontosnak ítélünk, szerintem. Így van, én egy kicsit, hogyha nagyon gyakorlatilag válaszolhatnék erre a kérdésre, hogy miért lehet az fontos az olvasónak, hogy hitelesen, teljesen egyetértek az amit csak egy teljesen más oldalról fogom most megközelíteni ezt a kérdést. Azt látjuk, és visszakanyarodom oda, ahonnan Levente indítottad a beszélgetést, hogy ma már egy kicsit közösségi médiának és internetnek köszönhetően ma már egy kicsit mindenki újságíró is. És amennyire szenzációs és elképesztő és fantasztikus és csodálatos és tényleg világokat válthat meg és forradalmakat lehet vele csinálni meg minden, annyira kezdenek szépen lassan feltűnni ennek a hátrányai, ennek a nehézségei, ennek a dilemmái is. Tehát, hogy abban a közösségi médiáról beszélsz. A közösségi médiában. És a legnagyobb közösségi média, mondjuk ki a Facebook, hogy milyen szinten változtatta meg az emberek életét. A közösségi média is, hát mindenféle portálok, tehát internetes médiáról is beszélek. Éppen ugye még mindig téma egyébként az amerikai elnökválasztás kapcsán is egyébként az álhír oldalak kérdése, amikor választók ezreit, tízezreit, millióit, ki tudja, Isten tudja, lehet félrevezetni álhírek közlésével. Tehát nagyon-nagyon, amennyire szabaddá vált, annyira szövevényes és nehézzé vált, eligazodni tulajdonképpen. Így van. Magyarán nincsen az az ember, aki felelősségre vonható mindazért, ami a Facebookon történik, ez a legnagyobb hiány. Tehát addig, amíg mondjuk egy rádió felelősségre vonható a csenő előtt, vagy ti felelősségre vonhatok, vagytok, mert elérhetőek vagytok, tudják, hogy Farcádi Botit kell most akkor szidni, vagy beperelni, vagy nem tudom én kit. Addig a Facebook esetében egyszerűen Zuckerberget nem tudott Szent Györgyről beperelni, hogy álhíreket terjesztenek az én személyemről, a te személyedről. De egyébként, hogy mondjam, fontos egzisztenciális kérdésekben is nagyon-nagyon veszélyessé tud válni az, amikor, hát most itt van például a kanyaró, Az oltási kampányok kapcsán. Tehát amikor tényleg szerencsétlen médiafogyasztó azzal szembesül nap, mint nap a közösségi mellett, hogy dőlnek vele szembe a éppen csak halhatatlanságot nem ígérő receptek, de arákból egy szempillantás alatt ki lehet gyógyulni, az oltások aztán azok végképp veszélyesek, mert hogy azok mindenféle fajta egyéb betegségeket okoznak, tehát olyan fajta rendkívül káros, tehát ezek gyakorlatilag, és akkor itt van, hogy felbukkant egy olyan betegség, amelyet megoldottnak hittünk az oltásoknak köszönhetően, emberek halnak meg azért, mert valakik abszolút felelőtlenül hülyeségeket osztanak meg a Facebookon, tehát ezt ki kell mondani. És akkor az embernek nagyon nehézé válik az olvasónak, a rádióhallgatónak, bárkinek eligazodni ebben az információ áradatban, úgyhogy ismét szerintem egy ilyen retro, újjászületése zajlik majd a klasszikus médiának, amikor a hitelesség, tehát az, hogy te tényleg legyél felelősségre vonható, hogy te, Levente, azt mondod nekem, hogy én ne oltassam be magam, mert azzal biztos, hogy meghalok vagy valami, és közben emiatt emberek halnak meg, akkor igenis valaki mondja azt, hogy hoppa. Hogy én hibás voltam, hogy téged félreinformáltalak. Ez így igaz? Ez így igaz, és én is úgy érzem, hogy elindult ez a folyamat, sőt azt érzem, hogy végre a különböző államok szervei is, lásd most például a német kormányt, ugye a nácis ügyök kapcsán érzik, hogy itt most fontos lesz lépni, és valamit kell tenni a Facebook ellen, mert a Facebook nem szabályozza. Igen, egyelőre hacker csapatokat fizetnek, hogy az ő szájuk íze szerint terjesszék az információt, úgyhogy lássuk. De én is biztos vagyok benne, hogy a következő néhány évben nagyon komoly átrendeződés lesz, és ez a sajtó, a írott, vagy akár az audiovizuális média javára válik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hallgatóink. Hát az 1848-as forradalomra tekintve beszéltünk a sajtószabadságról, annak előnyeiről, annak azért mondjuk ki, hátrányai is voltak, vannak még mindig. A sajtószabadságnak hátránya szerintem nincs. Hát az, ha igazat mond ha valaki, és vissza. Igen. Szóval erről beszélgettünk meghívott vendégeimmel, a Háromszék szerkesztőség
Háromszék független napilap szerkesztőivel, Farcádi Botonddal, Farkas Rékával, meg és hát kollégámmal, Grubisics Leventével. Igen, köszönjük szépen nekük, köszönjük szépen az izgalmas információkat, köszönjük szépen önöknek, hogy ma is velünk tartottak, és hát kívánunk kellemes ünnepeket a március 15-ére nézve. Mint mindig, műsorunk kiemelt kommunikációs partnerének is köszönjük támogatását, az Alternetnek, Demeter Attila fotóvideósnak, Kertész Hubának, a Blazár Stúdió tulajdonosának, műsorvezető kollégáim Grubisics Levente és Kerekes Lórán. Műsorunk további támogatói a Sugás Vendéglő és Panzió tulajdonosa Fülöp László. Média támogatónk a Háromszék Független Napilap, a Sepsi Rádió. Partnereink a Pál utcai fiúk, az Aszimka Szent György polgármesteri hivatala, Kovászna megye tanácsa, Kovászna megye tanfelügyelősége, Kovászna megye munkaügyi hivatal vezetője és állandó partnere Kelement Tibor, Kovászna megye jogvédelmi rendszer igazgatósága, a Dancs Market Records, a Szálvátor Egyesület, a Máltai Szeretett Szolgálat, Szent György fiók szervezete, illetőleg a MERT Egyesület. Önök a szociális háló rovatát hallhatták, én Szabó Majlát Attila vagyok. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, következő adásunk, ha Isten is úgy akarja, jövő héten, azaz március 22-én lesz hallható. Meghívott vendégemmel, a Pál utcai fiúk egyesület elnökével beszélgetek majd nemes előttel az egyesület eddigi programjairól, céljairól. Tartsanak velünk akkor is, hiszen izgalmas témával készülünk, és ne feledjék, legyünk egymásért felelősek.